Képzeljék, 6 éve minden 9. adóforintról lemond az állam már, ami a társasági adót illeti. Ugye a úgynevezett TAO támogatásokból 2011 óta több mint 330 milliárd forint ment sportcélokra. Erről fogunk beszélgetni Mucsi Lászlóval, a Transparency International Project Managerével. Jó reggelt kívánok, Mucsi Gyula vagyok. Bocsánat, valahogy nem mennek ezek a titulósok és nagyobb nevek. Nagyapám, Mucsi László volt egyébként, szóval nem volt. Jó, de azért nem stimmel. Oké, tehát van egy grafikonunk azzal kapcsolatban, amit a G7 portál készített, hogy ez az összesítés hogy néz ki, ezt meg is tudjuk mutatni. Ebből ugye az derül ki, hogy 2011 óta, mióta lehetőség van a TAO-ból egyébként most már kulturális célokra és sportra befizetni, egyre inkább szeretik a vállalatok ezt az utat választani, és ugye a legmagasabb rész 2016-ban az, ahogy mondtam, 606 milliárd forint volt összesen, ami a teljes adóbevételből ennyi lett. Miért egyre népszerűbb, azt tudjuk? Amellett, hogy a cégek szeretnék, hogyha a pénzük arra menne, amerre ők szeretnék, hogy menjen, ugye az adóbevételeik arra lennének költve, amellett kedvezményekkel is ösztönözve vannak arra, hogy különböző TAO felajánlásokat tegyenek. Önmagában a TAO rendszer, a Transparency International Magyarország sem tartja örlöktől való dolognak. A probléma azonban abban van, hogy egyes klubok sokkal nagyobb támogatásban részesülnek, mint mások, és nincsenek olyan piaci vagy társadalmi racionális okai annak, hogy miért támogatnának az egyes vállalkozások ezeket a bizonyos Felcsút, Mezőkövest, Kisvárda, stb. Klubokat. Na igen, a legtöbben itt találják a igen, legtöbb kérdőjelet. Arányaiban az látszik, hogy irreálisan magasan részesülnek ezekből az adományokból. Mondok egy-két konkrét példát, persze. Csak hogy nyilvánvaló legyen. Tehát a Felcsúti utánpótlás nevelésért alapítványhoz tavaly több mint 1 milliárd forint jutott, a Mezőkövesnek 770 millió, a Kisvárdának meg 580 millió. Mihez képest aránytalanok ezek a számok? A TAO támogatási rendszerben több ezer sportcsapat vesz részt, nyilvánvalóan sportáganként beszélünk az öt látványcsapat sportágról összesen, és a vállalkozások eldönthetik szabadon, hogy melyik sportágon belül, melyik csapatnak vagy szövetségnek ajánlják fel a pénzt. Hogyha az alapján mennénk, hogy mi lenne a józanész szerinti arányos elosztás, akkor egy vállalkozás vagy a helyi csapatot választaná támogatásra, vagy mondjuk valamilyen hazai vagy nemzetközi szinten jó eredményeket elért csapatot, vagy akinek mindig is szurkolt, azt nem hiszem, hogy valaki mindig is a Felcsútnak szurkolt volna. Önmagában valóban egy akadémiát lehet, hogy szívesebben támogat egy foci rajongó, mert szeretné, hogy az utánpótlás nevelés az biztosítva legyen, de nagyon furcsa az, hogy pont olyan csapatok és olyan egyesületek vagy olyan akadémiák kapják ezeket a pénzeket, amik nem eredményesek, hanem inkább csak jó politikai kapcsolatokkal rendelkeznek. Igen, de tehát a furcsa kitétel, hogy jelző után szokták sokan odaképzelni azt a folyamatot, hogy egy cég vállalkozás azt gondolja, hogy ha ide jutatja a pénzét, akkor majd biztos több állami vagy önkormányzati megrendeléshez jut. Viszont ez a logikai lépcső, ez eddig még feketén-fehéren nem lett sehol bizonyítva. Így van, így van. Lehet ezt bárhogy is megfogni, például azokkal az adatokkal, amihez majd hozzájutnak? Most, hogy a Transparency International Magyarország a kúria előtt is megnyerte a pert arra vonatkozóan, hogy ezeket az adatokat nyilvánosságra kell hozni, így most már a résztvevő, a rendszer felügyelő minisztériumoknak kötelessége kiadni azokat az adatokat, hogy melyik vállalkozás, melyik évben, mekkora összeggel, melyik csapatot támogatta. Ez eddig teljesen titokban volt tartva. Egyes összesített adatokat átadtak már a minisztériumok korábban, illetve a sportszövetségek is, de ezek az összesített adatok nem szerepeltetik azt, hogy ki kinek mennyi pénzt adott. A belső információkból azért az látszott, hogy a felhasználásban is vannak szabálytalanságok, ezeket a sportszövetségek is megerősítették, illetve a... Mert hogy ezt alapvetően utánpótlás nevelésre, képzésre alapvetően kéne fordítani, igen. És ehelyett? Ehelyett azt látszik, hogy a pénzek döntő többsége inkább a nagyobb összegek infrastruktúrális beruházásokra mennek el, vagy stadionépítésekre, pályaépítésekre, stb. Eszközbeszerzésekre. Az nyilvános volt eddig is egyes csapatoknál, hogy mi az, amire felhasználták az összegeket. Ott látszott, hogy esetleg túlzott béreket fizetnek ki, vagy túl sok személyzetet alkalmaznak irreálisan. Sok ember dolgozik egy-két egyesületnél. Az egyesületek TAO pénz felhasználását a sportszövetségek hivatottak ellenőrizni. A Transparency International Magyarország azt látta, kifejezetten a vízilabda esetében, de ez természetesen
általánosságban igaz a többi szövetség munkájára is, hogy az ellenőrzés a szövetségek végzik el, de ők maguk nincsenek feljogosítva arra, hogyha valamelyik egyesület szabálytalanul használná fel a pénzt, akkor visszakérje tőlük. Erre csak az EMMI jogosult, a szövetség továbbadja az ellenőrzés eredményét az EMMI-nek. Az EMMI viszont ahelyett, hogy hatékony ellenőrzést folytatna, és visszakövetelni a szabálytalanul felhasznált pénzeket, ezt nem teszi meg, hanem valamikor éveket ül azon, hogy eldöntse, hogy visszakéri a pénzt vagy sem, illetve hogyha visszakéri, akkor nagyon sok esetben nem azt a pénzt kéri vissza, amekkora összeget vissza kellene kérni, illetve a kamatokat teljesen önkényes módon állapítja meg. Elvileg a törvényben ez a 50%-os kamattal kellene visszakérni a szabálytalan pénzeket. Ezt például szeretnénk, hogyha módosulna a szabályozási rendszer. Onnan indultunk, hogy ha megkapják ezeket az adatokat, akkor bizonyíthatóvá válik-e azt, hogy valaki jövendőbeli megrendelés reményében juttat bizonyos helyekre TAO? Akár igen. Óriási mennyiségű adatra várunk, amikor megkapjuk majd ezeket a dokumentumokat. Ugye ez 2011-től 2016 júniusáig vannak ezek az adatok, amiket mi megkapunk. Ez az óriási adatmennyiség tartalmazni fogja azt, hogy ki hova utalt, ezt össze kell vetni azzal, hogy ki hogy szerepelt közbeszerzéseken, kik azok, akik esetleg eredményesekben szerepeltek, és van-e valamilyen átfedés, vagy valamilyen összefüggés a kettő között. Csak hogy ezt a nagyságrendet, amit már itt az előbb megmutattunk, elhelyezzük az összadó bevételbe, van egy másik grafikon, ezt is meg fogjuk tudni mutatni, hogy most ez sok pénz, vagy kevés pénz, ami TAO-ból bejön. Itt látjuk, hogy hát nem a legkisebb szelet ez a bizonyos zöld, ami a társasági adóból jut, 606 milliárd forint a 2017-es előirányzat, de hogy lehet ezt megítélni, hogy fáj, hogy ennyi pénzről lemondunk, vagy ezt azért kibírja a központi költségvetés, hogyha az jó helyre és jó elosztásban? Hát úgy összességében a központi költségvetésnek a tervezetét nem szeretném minősíteni, hiszen nem vagyok ebben szerintem elég felkészült, de az, hogy a TAO támogatásokon belül ekkora összeget kap a sport, az talán túlzónak véljük. Nincsenek olyan, nyilván ezt sportközgazdászok hivatottak megmondani, hogy mekkora összegre lenne pénz, vagy szükség, de ugyanakkor, ahogy mondtam, hát a TAO rendszer önmagában nem ördögtől való, az látszik, hogy eredményesebb, hogy sokkal több ember kezdett már el sportolni ezekben a látványcsapat sportokban, mint eddig. Valóban vannak számottevő infrastruktúrális fejlesztések. Mi nem csak az összeget kritizáljuk, hanem inkább az, hogy az összegen belül nagyon sok olyan eset van, amikor a szabálytalanul használják föl, és nem történik semmi. Mi azt mondjuk, hogy hatékonyabban lehetne ezt a hatalmas összeget felhasználni. Azt tudjuk, hogy a 6 év alatt 330 milliárd sportcélokra, ehhez képest mondjuk a kulturális célokra fizethető TAO az mennyi volt? Hogy alakult? A kulturális célú TAO, az pontosan nem tudom. A Transparency International Magyarország kifejezetten a sport TAO-zást vette górcső alá. Mert a politikai összefonódások ott jobban tette nélhetők? Itt értesültünk olyan kapcsolódási rendszerekről, amiknek érdemes lenne mélyebben utána nézni. Egyébként a kulturális TAO-záson belül is természetesen lehetnek különböző fajta szabálytalanságok, de abban az még vár magára, hogy ezt a Transparency International feldolgozza. Miért gondolja, hogy attól még, hogy ezek átláthatóbbá válnak ezek az kapcsolódások vagy összefüggések, az változtatna is ezen a rendszeren? Mondjuk most itt volt példakép az, hogy Tálai András mit csináltam mezőkövesdi benzinárakkal, és attól, hogy ez nyilvános lett, nemhogy úgy tűnik, hogy visszafogottabbá válna ez a típusú kampányolás, hanem mindenki gratulált neki kormányoldalon. Mi úgy gondoljuk, hogy az átláthatóság a legjobb eszköz a korrupció ellen, hiszen az elszámolthatóságot csak úgy tudjuk előmozdítani, hogyha tudjuk egyáltalán, hogy mik azok a visszaélések, amik történtek. Nyilvánvalóan nem egy civil szervezetnek a feladata, hogy elszámoltasson bárkit is, ez a megfelelő minisztériumoknak, a hatóságoknak a feladata. Mi azt tettük észre, hogy az olyan esetekben, amikor valamilyen korrupciógyanús tevékenységet tapasztalunk, akkor az, hogy nagyobb nyilvánosságot adunk az ügynek, az a hatóságokat segíti, ösztökéli arra, hogy kicsit gyorsabban dolgozzanak, vagy hatékonyabban.
hogyha már csak ezt elérjük ezzel, akkor azt gondolom, hogy ez egy siker. Mikor érkeznek be ezek az adatok, amire annyira várnak? Várhatóan az év végéig beérkeznek, vagy lehet, hogy januárban, az október közepén volt a kúrián az ítélet, onnantól kezdve írásba kell foglalni, hogyha azt megkapták a felek, az alperesek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium, akkor onnantól 15 napuk van arra, hogy ezeket az adatokat kiadják nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.